Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349-kor című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégemet nem igazán kell bemutatni. Országos hírű, igen tehetséges, népszerű művész, Szakácsi Sándor, fogadják szeretettel. Jó estét kívánok! Szervusz, Anyikám! Ja. Hogy vagy mostanában? Te, meg vagyok, köszönöm szépen. Elég jó. Dolgom is van. Most tudtam egy kicsit pihenni is. Jó, hát a magánéletem az zűrös, ez nem érdekes. Igen, voltam, hál' Istennek, 2 hetet Korfun, Görögországban. Imádom Görögországot, és sikerült egy ismerősöm révén olcsón elutazni. És jól érezted magad? Jó, hát én imádom a vizet, a tengert, a napot, a hajókat. Mit szeretsz még ezen kívül? Hát játszani, színházban természetesen, filmen. A dolgomat, a hivatásomat szeretem nagyon. Szeretem a sört, szeretem a lányokat. Tehát mindent, ami jó? Hát biztos vannak olyan dolgok az életben, amikhez én nem tudok hozzájutni, és jó, de azért igyekszem a lehetőségekhez képest valahogy kiteljesíteni az életem, hát amennyire tudom. A főiskola elvégzése után vidékre kerültél. Igen, pontosan előszerződéssel, akkor még a Várkonyi Zoltán élt, és az ő osztályába jártam. És Sörös Sanyival együtt szerződött minket a Víg Színházba, de úgy, hogy mondta, hogy nincs annyi státusza. Mi ketten magunk között beszéljük meg, hogy melyikünk akar lemenni egy évre Szolnokra, akkor Székely Gabi volt ott. És hát a Sanyi akkor nősült, meg én nekem úgy lett volna is kedvem elmenni, és ezért mentem egy évre Szolnokra. De már úgy, hogy aláírtam a Víg Színházba a szerződést, tehát ez az úgynevezett előszerződés. És akkor egy évet voltam Szolnokon, egy gyönyörű szép évet, és utána jöttem vissza a Vígbe. Szándékosan kérdezem, mert aki betette a lábát Szolnokra, mindenki igen, csak szuperlatívuszokba beszélt a szolnoki évről vagy évekről. Igen, hát ez beleesett, ez az időszak a Szolnoki Színház úgynevezett egyik fénykorába. Tényleg, hát nem is tudom sorolni a neveket, de hát a Csomós Maritól kezdve a Cserhalmig. Nagyon, nagyon színvonalas előadások születtek. Akkor. Én ahogy ismerlek téged, Sanyi, utána felkerültél a Vígbe. Igen. Szép éveket töltöttél el, de te egy végletek embere vagy, borzasztó hangulatember vagy. Igen. Ez a kettőség, te iker vagy? Nem, én bika vagyok, május 20, de az már az iker határán van. Tehát azt hiszem, hogy a 20-a az utolsó bika jegy, utána már ikrek jönnek. Igen, sajnos elég ingadozó hangulatban élem a kis életemet. Hangulatember vagyok, idegember vagyok. Ez a hivatásban ez segít, mert pillanatok alatt tud az ember váltani, meg érzelmeket erőcsalni magából. Hát természetesen mindennek megvan az ára. Mit értesz ez alatt? Hát, hogy... Örlöd magad? Eszed magad? Belülről? Igen, nyilván az embernek nem... Szóval az élete az visszahat a hivatására. Minél sűrűbb az élet, minél több olyan dolog történik veled, amin át kell verekedni, át kell küzdeni, annál könnyebben jön elő a színpadon. Tehát a tapasztalás, ezen semmi újat nem mondok. Van abban valami, mint ahogy egyszer már egy újságíróla is írta rólam, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Sokoldalú ember vagy. És milyen érdekes az élet. Én nagyon sok pályatársaddal, barátoddal, ha nevezhetők barátaidnak, egyes pályatársaid, beszélgettem rólad, és 10-ből 9 azt mondta, hogy a Szakácsi Sanyi az a színész, aki szinte mindent tud a pályáról.
hogy hihetetlen sok oldalú, és sokkal többre érdemes, mint ameddig vitte. Te ezt hogy érzed? Hát egyrészt még élek, úgyhogy még vihetem valamire. Másrészt igen, hát nem tudom, az én számból az, hogy hangzik, de igen, szeretek énekelni, táncolni, verset mondani, drámát, vígjátékot. Szinkronban rengeteget dolgozom, rádióban rengeteget dolgozom. Szóval a szakmam minden területén. Rockszínházban rengeteget dolgoztam, alapítóval. Ezt ne lőd le, mert a rockszínháza szeretem, ja, hogy különkíteni. Én nem tudtam, hogy miről akar beszélni, csak mondom, mert most felmerült. Hát az, hogy én hol tartok, hát megmondom őszintén, nem tudom. Azt tudom, hogy én maximálisan próbálom magamból kihozni azt, amiről úgy érzem, hogy van. Nagyon sok visszajelzést kapok a közönségtől, szeretetet, ajándékokat, leveleket, hogy amikor a Jászai díjat megkaptam. 89-ben, ha nem tévedek. Azt hiszem, igen, nem tudom. Így évszámra nem tudom. Én igen. Akkor nagyon sok olyan táviratot kaptam, hogy na végre. Sok díjam is van, elismerésem a Gyulai Várszínházból, az összes létező gyulai kitüntetések, meg ezek közül legjobban az Őze Lajos díjnak örültem, csomó rádiós, tévés, nagyó díjam, Erzsébet díjam van, filmre, közönség szavazatok alapján, annak is nagyon örültem. Nézd, én nem tudom. Egyre inkább azt veszem észre, hogy és főleg a fiatalok és a pályatársak körében, hogy kezdek érezni felé megy egyfajta tiszteletet és szeretetet, és ez nagyon jó érzés. Ezt nem, valamikor azért ez nem így volt, szóval te hajlamos voltál a letargiára és arra, hogy téged nem szeretnek. Hát én emlékszem, hiszen jó néhány éve vagyunk barátok, és én emlékszem a régi klasszikus balettcipős évekre, amikor hajlamos voltál arra, hogy na most Jászai díj, nem jött, nem kaptad meg, és akkor nagyon magad itt alatt voltál. Itt nem a díjakról van szó. Nem, én a szeretetre, tehát az elismerésre, hogy igen, ki mert, voltál éhezve. Igen, mert azt éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Igen. Tehát többet szerettem volna csinálni, mint amire volt lehetőségem. Aztán utána szép lassan. Nézd, nekem eddig, az utóbbi 3-4 évben talán már nem, de eddig mindig újra és újra bizonyítanom kellett, szóval megcsináltam valamit, azt mondták, hogy hú, de állati jó, szatács, hú, nagy, kész. Következő, mi ezt fogja játszani? Ajaj, szatácsi, nem. Megcsináltam, jó, megint, na megint jó. Érted? Szóval állandóan bizonyítani kellett. Most talán arra azt hiszem, hogy kezdik el fogadni, hogy vagyok. Hogy jött az ötlet a Rockszínház, mert erre akartam kitérni egyébként. Az ötlet? Igen. Hát ez nem az én ötletem volt, az a Miklós Tibi Várkonyi Macsi ötlete. Ez még a bizonyos 1980-as Vörös Marti kertmozi legelső vita. Amikor én először egy másik szerepre kértek, mert hogy hallottak énekelni, és aztán mindenféle változások következtében egyszer csak nem volt segevarájuk, és én mondtam a Matyinak, hogy próbáljuk meg elénekelni. És ő azt érezte, meg látta bennem, hogy én ezt meg tudom csinálni. És akkor, hát ez a legendás, sokat írtak róla, ott laktunk a szigeten, sátorban, ez fantasztikus volt. És jöttek egymás után a jobbnál jobb szerepek a Rockszínháznál. Ott is, igen, hát a Krónikás, Sztárcsinálókban a Jézus. Aztán sajnos ez a folyamat idővel úgy megszakadt. Mindig, amikor találkozunk most is, Sanyi, fogunk dolgozni együtt, csak valahogy soha nem jön össze a dolog, mondja. Fiam. Mert abban az időben, azt hiszem, a 80-as években volt a Sztárcsinálók is. Nem Sztárcsinálók, rosszul mondom, a Hatásvadászok. Igen, Hatásvadászok. Látod, az is például egy ilyen, akkor kikiáltottak új filmsztárnak, meg mindennek újságban, aztán azóta is most filmeztem. Most télen, november-decemberben a Sára Sándorral forgattunk egy filmet, és képzeld el, senki, mindenki csodálkozott, hogy engem választ. Próbafelvétel volt több színészt. Egy vidéki paraszt. Hát, itt fogok így játszani egy bajusszal. És megkérdeztem tényleg a Sanyit, a Sárát, amikor már forgattuk a filmet, hogy
én magam se hittem benne. Pardon a mikrofon. Hogy miért én? És azt mondja, hogy van egyszerű, hát te voltál a legjobb. Úgyhogy ez most egy friss élményem, ez a film. Állítólag nagyon jó lett. Majd meglátjuk. A szinkron, rengeteg szinkront csinálsz, én nagyon sokat hallom a hangodat. Érdekes, hogy a kollégáid is ezzel kapcsolatban azon a véleményen voltak, hogy félelmetes tempóérzéked van, szép orgánumod, hogy szinkronra teremtél. Is. Ez külön dolog a... Nem tudom, ez egy adottság. Van, aki nem tudja csinálni, van, aki nehezen tudja csinálni, van, aki szereti csinálni, van, aki nem szereti csinálni, de muszáj neki csinálni, mert fizetnek. Igen. Megmondom neked őszintén, hogy én tulajdonképpen a szinkronból élek, nem a színházi fizetésből. A film meg a televízió nagy ritkán, hogyha van, az jó, akkor egy kicsikét lendít az ember helyzetén, de folyamatosan. A szinkron gázsiból élek, az tart fenn. Nem, én nekem hál' Istennek nagyon könnyen megy. Én annak idején tanultam zenét, gitározni. Hát némi közön van az énekléshez, jó ritmusérzékem van, nagyon jó beleérző képességem van, tehát arról, amit beszéltem az előbb, egy pillanat alatt váltani. Nem egyszer előfordul bizony a szinkronban is, hogy a mikrofon előtt már a könnyeimtől nem látom a szöveget, mert annyira dolgozik a dolog. De nevető görcsöt is szoktam kapni. Sanyikám, volt egy nagy vargavető az életedben, és ezelőtt durván 5 évvel, én azt hiszem, hazataláltál a téged megillető helyre, a Nemzeti Színházba. Azt hogy élted meg? Kérlek szépen, hát ez úgy történt, hogy amikor, csak 2 mondatban gyorsan, hogy jutottam el ide, hogy a Víg Színházi 12 év alatt, az ilyen hullám, hol jó szerepet kaptam, hol rosszat. Hol sikerem volt, hol buktam, a beugrásokkal mennybe vittek, de aztán úgy éreztem, hiába mondta Marton László, hogy maradj itt, mert te leszel az új Darvas Iván, én mondtam, hogy én engem Szakácsi Sándornak hívnak, nem azért, mert nem szeretem és nem tisztelem az Iván, de nem szeretem, hogyha így beskatujázna. Tehát saját szándékomból jöttem el a Víg Színháztól, akkor 2 éve már hívott az Iglódi Pista József Attilába, átszerződtem ott is, tanultam steppelni, énekeltem, táncoltam, ott is mindenfélét játszottam. De 2 év után abból is elegem lett, akkor elmentem szabadúszónak, megint saját szendékomból. 3 évig szabadúsztam, nagyon jól éreztem magam, és egyszer teljesen váratlanul még Sík Ferenc élt. Felhívott telefonon, hogy neked már régen itt lenne a helyed, gondoltunk rád, de most kínálkozik a lehetőség, és én akkor mondtam, hogy jó, próbáljuk meg. Kínáltak egy 3 éves szerződést, mondtam, hogy nem, csak 1 évet. Mindig 1 évre nézzük meg, hogy működik a dolog, és azóta is mindig 1 évenként hosszabbítom a szerződést. Rengeteg fantasztikus szerepet játszottam, és játszom most is ott. Azt nem mondanám, hogy olyan nagyon-nagyon jól érzem magam, mert rengeteg hiba és rossz körülmény működik a színházban, de hát mindegyik színházban. Viszont rettenetesen boldog vagyok a szerepektől, és jó pár kollégámat ott nagyon szeretem. Nevén lehetne nevezni egyet-kettőt, akiket igazán szeretsz? Azért csak egyet mondok, aki legelőször eszembe jött, és bocsánatot kérek a többiektől, ha esetleg néznék, mert most hirtelen a fiatal kollégám jutott eszembe, az Őze Áron. Nagyon szeretek vele játszani. Játszunk is együtt a Tündöklő Jeromosban is. Jó vele. Vannak még szerepálmaid sem? Szerepálmaim? Hát nem tudom. Nézd, a Hamlet, az Oszlopos Sima, ezeket játszom. Hamlet, Oszlopos Sima, La Mancha lovagja, Don Quixote. Ez a Tündöklő Jeromos is egy fantasztikus, egy ördögi szerep. Aztán a Biberach a Bánkbánban. Ezek mellett eljátszottam már Pergüntöt, Csontvádit. Nem is tudom, hogy szerep állom. Hát talán egyszer egy harmadik Riárdot szeretnék eljátszani, és nagyon sok vígjátékba bohóckodni. Meg most már hiányzik egy kicsit. Igaz, hogy a La Manchában énekelek, de valami ilyen könnyedebb dolog. Túl sok veretes dolgot kell mostanában csinálnom, és hát sajnos beteg is voltam egy pár előadás
elmaradt, meg helyettesítette, kalamancsába kaptam egy elég súlyos ilyen ödémás hangszalaggyulladást, úgyhogy a legrosszabb az, hogy az ember érzi azt, hogy tehetetlen, hogy nem működik az eszköz. És hát akkor mindenféle pletykák elkezdődtek, mert rólam mindig pletykálnak. Egyébként nem is vagyok beteg, csak nem akarom játszani, hát ilyen őrültséget, hát az életem szerepálma, Don Quixote. Akkor ezen a ponton az életed szerepálma Don Quixote-nél fejezzük be ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél, nagyon. És kicsit kitárulkoztál nekem. Nagyon köszönöm. Szívesen. Szervusz. Viszontlátásra.